Jó estét kívánok! Önök a Bajnokok Városát, a Fehérvár Televízió sportmagazinját látják. Pontosan egy héttel ezelőtt volt egy sajtótájékoztató, melyen Cserpalkovics András polgármester és Mészáros Attila polgármester urak elmondták, beavatták a fehérvári lakosokat, hogy milyen sportnyár vár rájuk, és hát tulajdonképpen bele is csaptunk rendesen a lecsóba, pestiesen fogalmazva, hiszen az első eseményen túl vagyunk már a hétvégi extrémen, triatlon versenyen, az előttünk álló hétvégén pedig az elmúlt héten bejelentett sportesemények közül kettőt is megrendeznek. Székesfehérvárral lesz szombaton és vasárnap, hétfőn pedig tesztfutás, és hát ennek kapcsán, meg sok minden egyéb kapcsán beszélgetek mai vendégemmel, az Arak szakosztály igazgatójával, Tölgyel Előddel. Szervusz, előtt üdvözlök a műsorban. Szervusz, én is üdvözlök minden kedves nézőt. Hát azt gondolom, tényleg kezdjük a tesztfutással, mert itt van tényleg a nyakunkon, és tényleg annak az 5-6 kiemelkedő sporteseménynek, amely nyáron a fehérváriakat várja, mind akár résztvevőként, mind akár nézőként, ennek ez egy alappillére, és hát most már azért komoly múltja van, komoly hagyománya van itt a városban a tesztfutásnak, és komoly üzenete. Igen, a Tiszta Egészséges Székesfehérvárért mozgalom igazából, amely a Környezetvédelmi Világnaphoz köthető, az is most van június elején, ez kapcsán, és a fő szemétszállító és környezetvédelmi cég, a városi cég, a Deponia és a Nova Continuous támogatásával és ötletelésével valósult meg, ez már jó pár éve, és lett belőle hagyomány, hogy mindig június elején a Környezetvédelmi Világnaphoz köthetően mi ezt a Tiszta Egészséges Székesfehérvárért futást megrendezzük, ami nem is igazából futó versenyként indult, hanem tényleg az, hogy tegyen valaki, tehát mindenki tegyen az egészségéért, környezetformálással, egészséges életmóddal, egészségre történő neveléssel, és ennek egy nagyon fontos pillére az, hogy mindenki vegye rá magát, hogy mozogjon, és székesfehérváriaként, és nyilván, hogy futóversenyrendezőként, nekünk is az a célunk, hogy minél többen vegyék rá magukat a folyamatos, rendszeres testmozgásra, és hogy ez kinek hogy sikerül, vagy éppen ez egy első lépés legyen, erre nagyon jó a Tiszta Egészséges Székesfehérvárért futás, ami aztán kinőtte már magát, mert igény szerencsére volt rá, hogy több távon és több kategóriában indítsunk már versenyeket is, ne pedig csak egy tömegfutást. És ugye ez, amiből kinőtte magát, ez az ingyenes, úgynevezett ingyenes futam, ahol tulajdonképpen egy petpalack összetaposásával lehet részt venni. Ez az egésznek az alapja. Így van, tapossa laposra, ez volt az első motto, és ennek a laposra taposott petpalackkal, ha valaki bedobja a gyűjtőbe, akkor ezzel megszerzi a jogosultságot arra, hogy futhasson egy kört, és utána aztán megérdemelt jutalomban részesüljen. Ugye ők futnak majd hétfőn a nagy futam után, ugye, ahol pedig több távon, egyéniben, váltóban lehet ugye versenyezni. Igen, megszólítjuk a családokat, megszólítjuk a munkahelyeket, és megszólítjuk az egyéni futókat, úgyhogy minden csapatot, egyéni futót, munkahelyet egy jó kis kollektíva összetartására, vagy éppen két kollektíva versengésének pontjából ez egy rendkívül jó lehetőség és alkalom, úgyhogy ezúton is szeretnénk mindenkit buzdítani arra, hogy jöjjön és tegyen valamit a saját egészségért. Nevezni hogy lehet? Már csak helyszínen, vagy lehet még előnevezni? Az előnevezés már lezárult, hiszen az előnevezés után van egy procedúra, ami a rajtszámhoz, időméréshez és jutalompóló kiosztásához és emlékkéremhez köthető. Nyilván, hogy ez nem megy egyik napról a másikra. Most már csak a helyszíni nevezésben tudunk fogadni a résztvevőket. De ott akkor még bárki jelentkezhet. Igen. Mikor nyit a versenyközpont, hánytól lehet oda menni jelentkezni, aki tényleg 14 most... órától már próbálunk mindenkit valamilyen formába kiszolgálni. Nyilván, hogy ennyivel korábban még nem fognak jönni azok, akik, tehát több órával előtte nem fognak jönni, akik futni szeretnének, mert jelentkezés után... akkor ennyit nem fognak melegíteni, viszont azért érdemes nem az utolsó pillanatra hagyni sem a petpalackot, sem pedig a nevezést, mert félő, hogy előző évek gyakorlatából kiindulva
nehogy valaki lekésse a rajtot, az utolsó pillanatra hagyott nevezés, jelentkezés az mindig bonyodalmat okoz. És hát ha már említette az elmúlt évek gyakorlatát, akkor én úgy emlékszem, hogy ha most ugye egy hétvégén van a rallival, a tesztfutás, a rallin is mindig baromi meleg van, de úgy emlékszem, hogy nálatok is mindig tesztfutáson, akármikor rendeztétek, akármilyen volt egyébként körülötte az időjárás, mindig nagyon meleg volt nálatok. Igen, hőség volt a jellemző, ezért is most az, hogy ez húsvét hétfőre esik, az egy dolog. Pünköst. Pünköst hétfőre esik, ez egy dolog, de próbáljuk minél későbbre tenni a rajtot. Volt, amikor minél korábban próbáltuk megrendezni, ez a lebonyolíthatóság szempontjából nem volt túl szerencsés, hajnali 4-kor elkezdeni pályát építeni, kijelölni, felállítani sátrakat, stb. Úgyhogy a minél későbbi időpontra próbáltuk tenni a rajtokat, hogy tényleg a hőséget tudjuk elkerülni. És ha már pályépítést említetted, ugye az egy fontos információ, hogy mit zártok le, ugye most azért elmúlt hétvégén is, most hétvégén is, következő hétvégén majd a Tour de Hongrie miatt is lesznek lezárások. Ti hol és mit zártok le, ettől meddig? Igen, bízunk benne, hogy a pünköst hétfő délutáni kora esti időpont az annyira nem befolyásolja nagy létszámban a fehérvári polgárok életét, de a Várkörút és a Rákóczi út eleje, a Panoráma Office előtti plac megint a versenyközpont, és az a rész, a Várkörút és a Rákóczi út eleje a körforgalomig, az megint lezárásra fog kerülni. És végezetül, ami a tesztfutást illeti, hány indulót vártok így nagyjából az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve? Előnevezésben már 250 regisztrált versenyző jelezte indulását, ki is fizette a nevezési díjat a profi kategóriába. A taposra, laposra, tömegfutásra pedig én bízom benne, hogy a munkahelyek, családokon túl tényleg olyan verseny szempontjából nem fontos, vagy kevésbé fontos, akár fiatalok, akár idősebbek, akár középkorúak, akár kevésbé felkészültek, odajönnek, és egy jó leső futásra kipróbálják magukat. Úgyhogy legalább 400-500 főt várunk. Hát úgy legyen, és hát tényleg az elmúlt években sokan voltak, bízom benne, hogy megint sokan lesznek. Váltsunk akkor egy picit, hiszen szűk egy hónap múlva pedig lesz egy másik olyan esemény, amit a múlt heti már említett sajtótájékoztatón ismertettek, ugye most a hagyományosan itt van szintén évek óta a Gyulay Memorial, bár ugye ebbe ti tulajdonképpen a saját pályátokon vagytok kicsit vendégek, de mégis azért közreműködtök benne. Igen, nyilván, hogy az atlétika pálya az egy és ugyanaz, ugyanakkor a világ 14. legrangosabb rendezvényét, eseményét nem lehet a rakhoz kötni, nem is ez a feladatunk. Ez egy akkora esemény és rendezvény az atlétika világán belül, hogy ez a még a Magyar Atlétikai Szövetségen is túlmutat. Tehát itt több szervezet fog össze egy ilyen esemény lebonyolításáért, megrendezéséért, és valóban ebbe nekünk jut a legkisebb szerep, de ez most kivételesen nem baj, hiszen tényleg komoly szakemberek, komoly tapasztalattal kell ezt a versenyt megrendezzék. Meg hát gyakorlatilag rendeztek egész évben annyit, hogy ilyenkor talán picit hátra lehet dőlni, és ti is tudjátok élvezni a világsztárok jelenlétét. Pontosan ez a cél most is, illetve lesznek betétfutamok, illetve nemzeti versenyek, ami magyar versenyzőket érint, ott pedig nyilván versenyeztetni is majd fogunk. Gondolom félszemmel azért követed, hogy milyen világsztárok érkeznek, mint atlétika szeretők. Eddig hogy látod, milyen lesz a mezőny az elmúlt évekhez képest? Én úgy gondolom, hogy ha az ígéretek fele is megvalósul, akkor is egy parádés verseny érkezik megint. Mind abból a szempontból, hogy kiemelkedő eredmény is lehet. Most nem feltétlenül világcsúcsra gondolok, mert az a mai atlétikában egyre ritkább. De lesz nagyon kiemelkedő és jó eredmény valószínűsíthetőleg, illetve nagyon szoros és jó élvezhető versenyek, és tényleg olyan világsztárok, akiket korábban tévébe lehetett csak követni, most testközelből lehet nézni, akár dobás, akár ugrás, akár futásba, hogy milyen káprázatos húsvér emberek, milyen teljesítményre képesek. Tényleg, ahogy említettem, nagyon sok versenyt rendeztek. Ugye itt volt most egy hétig a Diák Olimpia országos döntője különböző korcsoportokban. Most nem is inkább abba mennék bele, hogy mennyire volt fehérvári szempontból sikeres. Mennyire láttatok itt a Diák Olimpia mezőnyében, ami tényleg a fehér vagy az atlétika utánpótlásának egy meleg ágya tud lenni, olyan ügyes versenyzőket, akár fehérváriakat, akár megyeieket, akik még mondjuk nem feltétlenül atletizálnak, de mondjuk felszippanthatná magába a sportág, és szép jövő előtt állnak.
Igazából ketté választanám, hiszen középiskolában már, akik indultak, szinte kizárólag mint talán váltóba volt egy pár olyan diák, aki nem igazolt versenyző, de itt 99%-ban már atléták indulnak. Míg általános iskolásoknál valóban felsősök között szerintem nagyjából fele-fele volt az aránya már atléták, és a még nem atléták, vagy más sportágat űzőknek. A lényeg az, hogy nyilván, hogy az általános iskola felsőbe is nagyon sok olyan jó mozgású fiatalt láttunk, akik közül szerencsére jó páran a Rakosok és Fehérváriak, viszont tényleg azért lehet látni, hogy a tehetség és a tehetség születése az nem városhoz köthető, úgyhogy az országban sok helyen vannak jó mozgású fiatalok, akik jó környezetbe, jó helyszínbe és jó szakmai kezekbe kerülve szép eredményeket tudnának később is felmutatni. És ugye szerencsére az alaknál most nagyon régóta vannak olyanok, akik ugye szép eredményeket érnek el, ez bizonyítja a hétvégi ugye váltországos bajnokságon puskázok, 5 arany, 4 ezüst, 3 bronzérem került hozzátok. Először is gratulálok. Köszönjük. Igen, ez a megszerzett 12 arany érem, ez pont duplája, mint a második legtöbb érmet nyert egyesület. Úgyhogy valóban annak ellenére, hogy ez egy szakági verseny, mert csak futás van, ugye, de rajtos tudtunk állítani nem csak futókat, mert nyilván megmérettethetik magukat, és besegíthetnek egy-egy váltóba ugrók, összetett versenyzők, gátasok, és ebbe a váltóba tényleg jól le lehet mérni a mennyiséget és a minőséget is. És szerencsére mind a legtöbb csapatot mi indítottuk és neveztük a bajnokságon, és a legtöbb érmet is mi nyertük, tehát ennek a tükrében tényleg büszkék lehetünk a fiataljainkra, hiszen nálunk több érmet senki nem nyert. Mi vár a fiatalokra még itt a hátralévő időszakban? Verseny, és még egy kis verseny. hova mentek legközelebb a fiatalokkal? Folyamatosan versenyzünk, most hétvégén Budapest Open lesz, amíg itt Fehérváron rally, miután majd ugye hétfőn aztán megrendezzük a tesztfutó versenyt, úgyhogy szép pünkösd elé nézünk. Ezen a Budapest Open elnevezésű versenyen serdülők, ifjúságiak, juniorok és felnőttek is rajthoz állhatnak, és rajthoz is fognak állni. Úgyhogy bár ez nem országos bajnokság, de egy nagyon komoly bajnoki programot felvonultató verseny, melyet követően már jövő hétvégén a junioroknak és az U23-as korúaknak országos bajnokság lesz, és utána szinte minden hétvégén országos bajnokságok lesznek, a végén pedig már a memoriál után itt párhuzamosan is mennek már hazai és nemzetközi események. U23-as Európa-bajnokság, U20-as Európa-bajnokság lesz július közepén és végén, közben pedig az újoncoknak, serdülőknek is országos bajnokság lesz, és július végén lesz így a abszolút, azaz a felnőtt magyar bajnokság, ami talán a hazai versenyprogramnak a csúcsa július végén. Amit nem ti rendeztek idén. Igen, után először. Igen, 5 év után most más helyszínnek is lehetőséget biztosítunk közvetve, de nyilván ezt a szövetség döntött el, és más helyszín ad most otthont ennek. Nem tartom kizártnak, hogy egy-két éven belül ismét visszakerül, vagy visszakerülhet Fehérvárra ez a bajnokság, de most nekünk is jó lesz egy kicsit más pályán szerepelni, nem mindig csak ugyanott versenyezni, ahol edzünk. Hát nem baj, ez talán tényleg a versenyzőknek sem. Ugye említetted a különböző nemzetközi megmérettetéseket a tavalyi szezon, azért összességében a nemzetközi eredményeket tekintve remekül sikerült elég, hogy a Takács Bogi nevét mondjuk. Mire számíthatunk idén? Hát nyilván, hogy a tavalyi év végén, amikor elkezdtük összesíteni a számokat, az eredményeket és megtervezni ezt az évet, akkor azért összenéztünk többen, hogy vajon megismételhető az az év, ami tavaly elkezdődött. Nem lesz egyszerű, azt kell mondjam, mindent megteszünk. Nemzetközi szinten tényleg tavaly az IFIK Európa-bajnokságon, ifjúsági olimpián, mint Endész Klaudia érmeket nyertek. Ők most már junior korosztályba léptek. Én nem tartom kizártnak, hogy az U20-as Európa-bajnokságról is éremmel, esetleg érmekkel térjenek haza a rakos versenyzők. Hát ahogy ti esetetekben, meg aztán teljesen stílszerű lehet mondani, magasra került tavaly az a bizonyos léc. Igen, és annak ellenére, hogy a téli
úgymond felkészülési versenysorozat, ami a fedett pályát illeti, országos csúcsok sorra dőltek, Takács Bogi révén többek között. Már nyáron is született új országos csúcs, tehát az előjelek jók, de ettől függetlenül én kicsit óvatosan fogalmazok, mert nem elég csak jónak lenni, azt ott abban a pillanatban, abban a 11-2 másodpercben, vagy akár 45-6, vagy 58 másodpercben megmutatni, hogy azon a napon, abban a minutumban ki tudja magából ezt kihozni. Úgyhogy én inkább azt mondom, hogy több olyan versenyző is rendelkezik olyan képességekkel és tudásszinttel, hogy akár éremmel is hazatérhessenek Svédországból majd. Hát úgy legyen, és hát mindig is kedveltem benned, hogy szeretsz a földön maradni, és nem nagyot ígérni, hanem inkább utána büszkén nyilatkozni. Lesz-e lehetőség arra, hogy mondjuk az atlétikai világbajnokság után beszélgessünk arról, hogy milyen fehérvári eredmények születtek, ugye Dohában lesz szeptember végén, október elején a felnőtt VB. Van-e arra esély, hogy magyar fehérvári versenyzőnek szurkoljunk? Esély van. A kérdés csak az, hogy mekkora. Azzal, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetség módosította a kvalifikációt, és évről évre változtat ezen, és most már a végső stádium az a jövő évi olimpiai kvalifikációban csúcsosodott ki, ami már el is dőlt. Tehát itt most már nem csak egy versenyszámban egy szintet kell egyszer elérni valakinek, hanem abba a megállapított szintet többször kell teljesíteni. Illetve van olyan szint, amit elég egyszer, de azt olyan magasra tették, hogyha csak azt nézzük, hogy azt a szintet van-e esélye fehérvári atlétának megdobni, megugrani, megfutni, akkor azt mondom, hogy minimális, inkább nincs, mint van, viszont kikerülni ettől függetlenül, sorozatban jó teljesítményt nyújtani, és a Nemzetközi Szövetség meghívási listájára fölkerülhet versenyző. De ez mondjuk kalapácsvetés esetében például nem olyan nagy baj szerintem, hogy ötöt kell teljesíteni, mert én nem hiszem, hogy talán Bence a legutóbbi világbajnokságról pont azért maradt le, mert ilyen eldugott garázs mögötti versenypályákon dobtak az utolsó pillanatban versenyzők, akkor át, hogy se előtte, se azóta a közelében sem. És ott a világeseményen sem. Igen. Pont ez volt a kiinduló ok arra, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetség ezen változtasson, és ha ez változott, már pedig ugye változott, akkor Bence esetét továbbvéve pont neki nőttek az esélyei azzal szembe, akiknek az eredménye kétes körülmények között született vagy születhetett, mert nyilván, hogy aki mindig megfelelő versenyen, megfelelő eszközökkel lemért eredményt teljesít, annak nincs félnivalója, és így az esélye is nőttek. És hogy látod akkor, most tényleg ennek mentén gondolkodva lesz fehérvári versenyző, neked tippelned kéne a világbajnokságon? Ebben a szempontból én optimista vagyok. Én inkább azt mondom, hogy 51% hogy lesz, és 49% hogy nem. Jó, és akkor ugorjunk egy picit előre, mert ugye azért a magyar sportban alapvetően, ugye, bár ez nem túl szerencsés gondolkodásmód, de mindenki olimpiában gondolkodik, olimpiai ciklusokban gondolkodunk, annyi időre választunk általában elnökséget, stb. Mi a helyzet Tokióval, hogy látod a fehérvári atlétika szempontjából, leszünk-e érintettek? Hát nagyon összetett a kép, hiszen pont a kvalifikációs rendszer egyrészt összetettsége, másrészt a kijutási lehetőségeket nehezítették, maximalizálták a résztvevők létszámát, a versenyszámok nem változtak, a indulók száma így összességébe csökkent. Magyarán most a Nemzetközi Atlétikai Szövetség, amit az Olimpiai Bizottság elfogadott, minden versenyszámba maximalizálta az indulók számát. Tehát mindegy, hogy korábban hány szintes volt, mondok egy példát, 60, idén, vagy a jövőre az olimpián 48 rajthozálló lehet mondjuk éppen bizonyos versenyszámokba. Ami még nehezítés bonítja a képet, bizonyos populáris, népszerű vagy könnyen lebonyolítható versenyszámoknál, mint például 100 méteres sífutásnál. Ez egy magas szám, 56-an is rajta állhatnak, míg mondjuk egy középtávfutó számba a maximum 40 fő, aki elindulhat.
utcai verseny, vagy utcai versenyszámukban, mint a maratonfutás, gyaloglás, ott egy jóval nagyobb szám szerepel, hiszen többen elférnek a pályán, míg az atlétikai stadionban pedig kevesebben. Tehát nyilván, hogy ez egy roppant összetett kép. A legrosszabb, legrosszabb helyzetben pont a hétpróbázók vannak, hiszen 28-an állhatnak rajthoz. Nyilván olyan magasra tették a szintet, hogy ennyien ne tudják megcsinálni. Magyarul így, hogy maximalizálták a versenyszámok indulási számát, így egy kicsit nehezítették nem csak a versenyzők dolgát, hanem azoknak a dolgát, akik például olyan helyzetben vannak, mint mi, utánpótlás akadémia elsősorban, és nyilván, hogy a fiatalok az idősebbekkel szemben nehezebben veszik fel a versenyt még konkrétan, hogy meglegyen az a átlagba jobb és magasabb szintű eredmény. Úgyhogy kemény dió lesz. Ezzel kapcsolatban azért most azt mondom, hogy inkább várjuk meg ezt az évet, hogy a jövő évi esélyeket azt latolgassuk. Tehát akkor ebben az esetben azt mondtad, hogy 49-51. Igen, itt egy picit fordított pontosan az arány. De akkor beszélgetünk még idén úgyis erről, amikor véget ér a szezon, és akkor majd visszatérünk erre a százalékra. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor még egyszer, hogy a tesztfutás az a legközelebbi időpont, amire oda kell figyelni, ugye 2 órától várjátok a Panorama Offices-nál. Igen. Azokat, akik neveztek és átvennék a rajtszámukat, meg azokat is, akik még hétfőn neveznének. Így van, pontosan. Szuper. Köszönöm szépen még egyszer, itt voltál. Én köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget. Önök pedig menjenek minél többet mozogni, sportolni, vagy akár pünköst hétfőn a tesztfutásra futni. Ez volt már a Bajnokok Városa, ezzel a műsorral legközelebb, majd 1 hét múlva találkozhatnak itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!